Az előttünk álló két hétben is rendkívül gazdag programmal készül a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ a látogatók kívánságait minden nagyobb teljességgel kielégíteni. Ezen a héten vasárnap egy nagyszerű gyermekprogramra invitáljuk a családokat, Kalap Jakab bábszínháza és gyermekkoncertje országszerte ismert esemény. Egy kiváló saját dalokból álló bábkoncertet láthatnak itt délelőtt 11-kor a színháztermünkben. Jövő héten folytatódik örömünkre a Cinege Madár népdal és népzenei versenynek a két elődöntője. Hosszú-hosszú évek hagyományaira visszatekintő programról van szó. Hétfőn és szerdán 8-án és 10-én itt fognak a legjobbak megmérkőzni, akik aztán majd a döntőnek a szereplőit is adni fogják. Folytatódik kedden a Kultúrkortyok Szabad Egyetem, ezúttal egy azt gondolom mindannyiunkat érintő téma a táplálkozás lesz, mégpedig a gluténmentes diéta és az ezzel járó étkezésnek a témáját járja körbe egy kiváló dietetikus, Müllerné Takács Viktória. Azt hiszem lassan már minden családot érinti ez a nevezzük problémának, vagy inkább ez a megváltozott helyzet, úgyhogy értékes tapasztalatokat és tanácsokat kaphatnak a hozzánk érkezők. Folytatódik a Múzsa bérletünk a Szibériai Csárdás című színházi darabbal. Április 9-én kedden látható a színházterminkben, és hát jövő héten egy számunkra is nagyon fontos országos ünnepség, ugye a költészet napja is elérkezik április 11-én csütörtökön. Ebben az évben kortárs költők, írók érkeznek hozzánk, kiváló József Attila, Móricz Zsigmond és Kemény Zsigmond díjas költők, írók, akik egy kicsit a modern kori irodalmat is próbálják a fiatalsághoz közelhozni. Április 12-én szintén egy régi hagyományokra visszatekintő program folytatódik nálunk, az Éneklő Ifjúság Bárdos Lajos Zenei Hetek keretében kiváló kórusokat hallhatunk itt a házban, és ennek a főszervezője Naszladi Judit hosszú-hosszú évek óta kiváló színvonalú produkciókat hoz ide a házban hozzánk. 12-én pénteken Bródi János érkezik hozzánk, ugye a hosszú-hosszú évtizedek óta ismert és elismert kiváló zenész tartja itt koncertjét nálunk, majd 13-án szombaton a Művészetek Házába térünk át, ahol egy kiváló szobrász művész, Kepenyes Pál a Napfény Szerelmese című kiállítását fogjuk megnyitni. Ő egy Kondoroson született művész, aki 1956 után Mexikóba telepedett le, és olyan elismertségnek örvend Dél-Amerikába, díszpolgára választották, Mexikó 100 leghíresebb emberévé is megválasztották, így magyar születése ellenére, és a mexikói becsületrendet is kiérdemelte, úgyhogy 13-án a Művészetek Házában megnyílik, és 14-én vasárnap egy picit szomorúbb, de igen fontos témájú eseménysorozatnak zajlik itt egy állomáspontja. A Holokausz 80 emlékév kapcsán botlatókövek elhelyezésére kerül sor olyan városszerte ismert zsidó származású, sajnálattal elhurcolt és elpusztított emberek emlékének szeretnének az Izraelita Baráti Társaság és a város vezetői emléket állítani, amely felhívja a figyelmét, hogy egy ilyen esemény soha többet ne történhessen meg. Az intézmény honlapján minden program és információ megtalálható, melyet érdemes figyelemmel kísérni a www.szekszárdagora.hu címen.